Köszöntöm a hallgatókat, a Széchenyi Könyvtár zeneműtárának a stúdiójában vagyunk. Solymosi Ákos segíti a munkánkat. Itt van Surár Anna Mária és Rózsa Dávid. És én Tóth Péter vagyok. 2004-ben jártam itt a Széchenyi Könyvtárba, ahol raktára szerettem volna lenni. Majd egy kanyarral keresztül egyetemi könyvtáron vezetett az utam ide-vissza és én foglalkozok a különböző kommunikációs, online kommunikációs eszközöknek a karbantartásával, fejlesztésével, inkább pakolásával, tartalom pakolónak nevezem magamat. Sudár Anna Mária, egy könyvtári Jolly Joker, előadó művész, gyönyörű hangja van, és tulajdonképpen szinte bármit rá lehet bízni a, könyvtára. a könyvtárban, akár még egy hangosítást is el tud végezni, vagy egy mikrofon beállítást. Lényeg az, hogy ő nagyon sok fejlesztésben az új könyvtár megújítása kapcsán benne van, és Rózsa hogy pedig főigazgató, aki már 9. éve vezető pozícióban van a különböző könyvtári területeken. Azok kezdeném, Sudi, hogy te egy Sudi vagy. Ahogy előbb is próbáltam leírni, hogy itt az intézményen belül is egy külön intézmény vagy, ez a Sudi ez mikor indult? Mikor kiszólított először Sudi, nem? köszönöm a szép szavakat, amelyel nem értek igazából egyet, nem érzem magam Jolly Jokernek. Az biztos, hogy ha az ember régóta van már egy munkahelyen, akkor sokkal jobban ismeri a kollégákat, és sok munkaterületbe belelát. Tehát ilyen értelemben inkább azt mondanám, hogy közvetítő alkat vagyok. Hogy a kérdésre is válaszoljak, óvodáskoromba kaptam ezt a nevet, mert hogy egy óvodás kisgyereket senki nem nevez Anna Máriának, ami a keresztnevem, és az aztán így rám ragadt, én tudom ennek a stációit, mindig volt valaki, aki átvitte a közegeimbe ezt a nevet, és annyira így volt, hogy az egyetemen is a, a tanáraim úgy vizsgáztattak többnyire, hogy akkor Sudi ezt és ezt mondja el nekünk. Tehát ez egy teljesen általános nevem. Én úgy szoktam mondani, hogy ez nem is a bece neve van, ez a, mint az állatoknak a hívó nevem, mint a kutyáknak. Akkor teljesen természetes volt, amikor ére kerültél, hogy egyből valaki suginak szólított, és igen, semmi mert, meglepődés nem volt benne. Igen, mert amikor most én ide kerültem újra 2007-ben, akkor többen jöttünk egyszerre, nyolcan kerültünk a Naiman János Digitális Könyvtárból át ide, és akkor voltak emberek, akik hozták ezt a nevet, de én azért mondom, hogy vissza, mert én 1987 be kerültem ide először dolgozni, egy bizonyos protekció eredményeként, ugyanis a, a nagypapámnak a nővére, Vilma néni, volt itt valaha a személyzeti osztályvezető, aki viszont úgy került ide, hogy 56-os volt, és neki pedig, hát ugye... Ez egy ilyen uh, kitérő volt, hogy ide került dolgozni, de végül aztán innen ment nyugdíjba. Tehát az ő segítségvel kerültem ide 1987 be és három évig dolgoztam itt akkor. Hogy neveztél először Dávidot, mikor találkoztál velem a új főigazgatóval? Én nem mint új főigazgatóval találkoztam vele először, hanem amikor az átvilágítás volt, ugye mielőtt. Rózsa Dávid megkapta ezt a feladatot, ő átvilágítóként jelent meg a Széchenyi Könyvtár történetében, azaz a működésnek a vizsgálata folyt általa, és akkor velem is beszélt, mint ahogy nagyon sok interjút készített, de kollégákkal, és úgy találkoztam vele először. Én szerintem a keresztnevén szólítottam, de magázottunk talán az első beszélgetéskor, igen, arra emlékszem. Utána megbíztak Dávidot, főigazgatói poszta, tisztséggel kinevezték, Megérkeztél ide a, a könyvtárba, és ahogy leültél a székre, egyből beütött a pandémia. Egy hatalmas 4, 400 fő körüli létszámú intézmény egyszer csak hazament dolgozni, és te is hazamentél dolgozni, egy online üzemmódot kellett elkezdeni hétfő reggel, március 16-án reggel ide beérkeztem, akkor az volt az első intézkedés, hogy itt is jeleztem, hogy, hogy másnap kedden nem fog kinyitni a könyvtár, és egyébként még aznap délután, hétfő délután kijött az a rendelkezés, hogy a kulturális intézmények becsukják a kapuikat, úgyhogy gyakorlatilag... Miért volt ennek a pandémián kívül? Hogyan kezdted volna a munkát? Mi, mi, mi változott ezzel? Rengeteg, rengeteg tervem volt, ezek a főigazgatói pályázatomban hmm. le vannak írva, és ez, és ez most már majdnem két éve nyilvánosan hozzáférhető. Voltak köztük olyan tervek, amelyek nagyon erősen építettek a személyes jelenlétre. Nyilvánvalóan minden ilyen jellegű terv az némileg csúszott, ugyanakkor rengeteg olyasmit is meg lehetett csinálni, amire akkor, amikor a pályázatomat írtam, még egyáltalán nem gondoltam. A vezetőséggel elég gyorsan léptünk, és három nappal később csütörtöktől az OSK minden munkatársa számára rendelkezésre állt a távmunka lehetőség. A főigazgató nem távmunkázott, tehát én mindvégig bent tartózkodtam, ez a pandémia összes hulláma alatt így volt, én gyakorlatilag reggeltől estig itt dolgoztam a, és itt dolgozom. Sőt, az az mikor találkoztatok a, az online munkának a megindulásával? Hát akkor gyakorlatilag, amikor Dávid belépett, mert kaptunk egy telefont szinte más nap, vagy egy-két nappal később, hogy akkor kezdjünk el gondolkodni az online jelenlét megerősítésén a közösségi térben. És aztán nagyon hamar, azt két vagy három nap múlva már tényleg otthonról dolgoztunk mindannyian, de ez nem volt olyan könnyű, azért, egyrészt azért sem, mert akkor kezdtük el tanulni azt az új Microsoft rendszert, amit addig nem használtunk. Ugye a Benti szervereken tároltuk az anyagainkat, és itt pedig át kellett telepíteni egyrészt egy csomó anyagot, azt akkori osztályjal, ahol dolgoztam, ezt néhány nap alatt lebonyolítottuk, hogy áttelepítettünk egy csomó nyersanyagot ebbe a közösen elérhető, távolról elérhető tárolóhelyre és akkor föl kellett az egészet építeni, nagyon nehéz volt. Én úgy éleltem meg, főleg az első részét a pandémiának, hogy az nagyon nehéz volt, mert gyakorlatilag reggel héttől este hétig-nyolcig ott ültem, meg ott ültünk többen a gép előtt, és használtunk mindenféle csatornát akkor, hogy kommunikáljunk egymással, ugye, hogy potoljuk azt, ami bejáratott módokon ment itt a házban, adott esetben személyes rövid megbeszélésekkel, hogy akkor hogy csináljuk ezt vagy azt a tartalmat, és nagyon fárasztó volt. Tehát nekem a találkozásról, a pandémiával és a távmunkával való találkozásról az jön elő, hogy az elején persze azt mondtam, hogy jaj, de jó, mert közben megy a mosógép, és közben nem tudom, én kimegyek az erkére, elültetek két virágot, ugye tavasz volt, de azért ez a gyakorlatban nem így volt. Én inkább azt éltem meg, és többen beszámoltak erről, hogy sokkal többet dolgoztunk. Bizonyos értelemben még hatékonyabban is, de én azok közé tartozom, akik, noha szeretném, hogyha lehetne néha távmunkában dolgozni, de a távmunkát, mit olyat munkaformának, én azt nem szeretném magamnak. Tehát szeretnék néha élni a lehetőséggel, de ezt, hogy így, így távmunkában dolgozom életvitelszerűen, ezt például én nem szeretném. Visszatekintve, ez a bő egy év, másfél év, ez hamar eltelt, akár szakmai akár a mosógép szintjén? Hát erre én nem tudok válaszolni, inkább periódusokra tudom bontani. A periódusokhoz mindig kapcsolódik valamilyen szignifikáns helyzet, vagy feladat, valaminek a határideje, egy munkának, a, a, a nagy, egy nagy munkának a, az összefogása, vagy pedig éppen egy változás sorozat, ami hát jó is, meg rossz is, meg nehéz is, tehát abban sok minden benne van. Nem tudok szakaszokra tudom bontani. Tehát, amiről De. most beszéltem, ez az eleje volt, az első nagy, az a tavasz, amikor egy tanulási folyamat is volt ez az egész, hogy hogy vagyok abba benne. Tehát a kollégák is így voltak ezzel. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy ezzel kapcsolatban tudnék a távmunkával kapcsolatban ért engem például a, az első igazán nagy meglepetés az OSK-val kapcsolatban, hogy tudnék addigra, az országos könyvtári rendszer projekt eredményeként kiépült az a háttérinfrastruktúra, amely lehetővé tette, hogy ilyen viszonylag gyors, rapid módon át tudjunk állni a, a, a hagyományos munkavégzésről a távmunkavégzésre. Ez nem csak azt jelentette, hogy rendelkezésre álltak a, az eszközök, tehát hogy voltak például laptopok azok számára, akiknek nem volt személyi számítógépük, hanem az is, ahogy, ahogy Sudi említette, mindannyian felhőben tudtunk dolgozni. Ez az én számomra óriási meglepetés volt, mert ez néhány hónappal korábban még nem így volt, de hatalmas munkát végzett az OSK informatikus stábja. Még meg a következő kérdésemet, hogy mennyire lehetett használni ezt ennek az időszaknak a szakmai eredményeit. Ez, ez, abszolút erről van szó, hogy már az offline, a normál működésben is a, itt szerzett tapasztalatokat be lehetett építeni a különböző egyéb projektekbe. Melyik volt a legfontosabb, amikor véget ért az egész, amivel már el kellett kezdeni dolgozni, akár személyes egyeztetések árán is? Azt gondolom, hogy, hogy ez a helyzet mindannyiunkat megtanított arra, hogy mennyire fontos az, hogy az, amit csinálunk, az látható legyen, és hogy mennyire fontos, hogy az egyébként helyhez kötöttnek gondolt könyvtári munka, és a köny ennek a könyvtári munkának az eredményei, ezek megjelenjenek a, a lehető legszélesebb nyilvánosságban, tudnilik az online térben. Az én egyik alapelvem az az, hogy a, a Nemzeti Könyvtárnak kutya kötelessége minden nemzettársunkhoz eljutni. Az is teljesen világos, hogy a, a Budai Várba viszont nem tud minden nemzettársunk eljutni, és ahhoz, hogy, hogy a nálunk őrződött kincseket el tudjuk, vagy szét tudjuk teríteni ebben a körben, ahhoz nekünk a, az online teret kell használnunk. Tehát ezt az időszakot elsősorban az online tartalomszolgáltatások további építésére fordítottuk, és szépen sorban indítottuk egyik szolgáltatást a másik után. De ennek nyomán azért fény derült arra is, hogy melyek azok a folyamatok, amelyeket lehet egyszerűsíteni, mi az, ahol, mi az, ahol máshol kell végeznünk a, a feladatainkat, mint korábban. Csúli, számos honlapot készítettetek, az elmúlt 10x évben hogyan tekinteti ezekre a fejlesztésekre? Hogyan látod ezeknek a, a nyelvemlik honlapnak, örkény honlapnak, erken honlapnak a szerepét ebben a, az egész irányban? Ez egy nagyon összetett kérdés, mert amikor én elkezdtem honlapokkal foglalkozni, az valójában a Najmanházban volt még. És ott is az volt, nagyon érdekes helyzet volt, mert ott minden rendelkezésre állt infrastruktúrálisan informatikai szempontból is, tudásban is, viszont nem volt ugye a najmanháznak állománya igazán. Tehát ott ugye az állomány megszerzése, amit publikálunk, ott persze digitalizáltunk is, az volt a nehéz. Tehát hiányzott valami. A másik dolog pedig az, hogy amikor ide kerültünk, akkor pedig a, az akkori főigazgató Monok István azt mondta, hogy hát csináljanak honlapokat, de olyanokat, amivel aztán nem kell foglalkozni. És akkor én mondtam neki, hogy nincsenek meg hozzá feltételek, mert nincsen hozzá informatikus. Ez egy hosszú történet. Az volt a nehéz, hogy... Az a fiatal ember, aki egyébként pont most hagyta el nemrég a Széchenyi Könyvtárat, az egykori rendszergazdából tanulta föl magát fejlesztővé, megtanulva előbb a Drupal rendszert, aztán a jól a, a Wordpress-t, illetve egyéb más tudásokat is fölépített magában, és az ő segítségével készültek el ezek a honlapok, de nagyon sokáig ő nem volt szerves része annak a csapatban, amiben dolgoztunk. De volt akkor egy főigazgatói akarat, hogy ezeket hajtsuk végre. És azt kell mondanom, hogy mindeneknek ellenére készültek el tartalomszolgáltatások akkor, és soha nem volt igazán hozzá informatikai támogatás. Azt szoktam mondani, ezt sajnos nem én találtam ki ezt a mondatot, hanem mástól vettem, de hogy nem profi volt a működés, hanem heroikus. Ami ugye nagyon szép, amikor heroikus a működés, csak egy nagyon sok problémát is rejt. És hát ugye 21 néhány tematikus szolgáltatás készült el, Horribile Dictu vagy Notabene, úgy, hogy némelyik mellé országos rendezvények is születtek, meg pályázatok, meg bemutatók, meg kiállítás, meg minden. De ugye ezek a szolgáltatások nem kapták meg, vagy nem tudták megkapni, inkább így mondom, azt az informatikai támogatást, amelyet igényel minden ilyen, mondjuk az Erkel honlap, amin ugye az volt a cél, hogy az Erkel hagyatékot publikáljuk. És ugye el is kezdődött, és nagyon szépen el is kezdődött ez, de aztán ez így ugye egyfajta torzóban maradt. És nekem nem volt annak idején hatóköröm erre, hogy, hogy ezeket fenntartsam. Mert volt egy olyan érzet, joggal egyébként a könyvtárban, hogy ugyan már a különböző táraknak egyéb helyeknek mennyiben dolga az, hogy honlapokkal is foglalkozlanak, hogy tematikus honlapoknak a tartalomszolgáltatói is legyenek. Tehát ez, ez egy nagyon nehéz helyzet volt. Az utolsó ilyen, amiben nekem szerepen volt az a korvina honlap, ami, amiben én, hát én belebetegedtem a szó legszorosabb értelmében, mert nagyon sok volt a Akardozni való a kardozni való körül, de az például egy minden tekintetben nagyon korszerű szolgáltatás, még most is, most már ugye négy éves lesz lassan, mert egy WordPress felület, amely mellett, nem benne, amely mellett egy adatbázis működik, amelyben a Magyarországon elérhető összes korvina, ugye 53 korvina van Magyarországon, teljes képállománya ott van, plusz a Wolfenbütteli 9 korvina. És Azért gondolom, hogy fontos, hogy úgy készüljenek tematikus szolgáltatások, hogy amögött ott legyen a ház, mert csak akkor lehet az biztosítani, hogy ezeknek a folyamatos föntartása vezetői igényel párosul. Most ez a jelenlegi tematikus szolgáltatásoknál, az újaknál, a földabrosztól kezdve, ugye egészen a, a legújabb bakig, a régi ritkáig, és más olyan szolgáltatásainkig, amelyek tári anyagot publikálnak, most biztosítva van. Tehát van egy vezetői akarat hozzá, van egy ö, fölzárkózása a, a táraknak, hogy ez az ő dolguk is. Ez egy, ez egy nagyon jó dolog. De ugyanakkor, viszont pedig én azt látom, hogy informatikailag itt még nagyon komoly fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy ez tényleg korszerűen működjön. Tehát, amit én mindig mondok, az a digitális könyvtárnak a, az elkészülésére való törekvés, ami, ami azt gondolom, hogy hogy túl azon, hogy ezek a szolgáltatások jó, hogy vannak, hogy az lesz az igazi nagy szakmai ugrás, hogyha lesz a Nemzeti Könyvtárnak egy digitális könyvtára. Mert az lesz az, ami biztosítani tudja, hogy azok a digitalizált állományok is, amelyek nem valamely tematikus struktúra kapcsán készülnek el, nem mondjuk egy kiállításra való készülés kapcsán elkészülnek, azokat is van hova tenni, és szolgáltatni lehet azonnal. Az, ami is úgy említett heroikusság, az a mostani fejlesztésekben mit jelent? Meg lehet, -e, lehet -e analogiája a mostani viszonyokra? Akkor egy, egyáltalán egy szemléletet kell megérteni, akár az akkori főigazgató, hogy erre szükség van, most már erre nincs szükség, viszont mivel kell küzdeni most? Ami minden területen az OSK-ban Elsőrendű kérdés az az, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy egy Nemzeti Könyvtár van, egy OSK van. Ez minden szakmai területet érintően igaz, de hogyha mondjuk ezt lefordítjuk a tartalomszolgáltatások, nyelvére, akkor ez azt jelenti, hogy nem az az első rendű kérdés, hogy melyik tár őriz egy adott dokumentumot, mert ez, hogy mondjam, a könyvtárosokon kívül a világon senkit nem érdekel, hogy most, hogy most egy plakátot ennek a tárnak a raktárában őrzünk, vagy annak a tárnak a raktárában őrzünk. Hozzáteszem egyébként, ennek azért megvolnának a, megvolnának a még továbbfejleszthető és tovább finomítható ö, keretei. Tehát nem is annak megfelelően kell szolgáltatásokat fejleszteni, hogy most ö, melyik tár munkatársai adják be a, az anyagot, mert mindannyian a Nemzeti Könyvtár munkatársai vagyunk, mindannyian egy nagy kulturális örökséget, a közös kulturális örökségünket ö, őrizzük. Természetesen, ennek megvannak a, a maga szeletei, de amikor ennek a felmutatásáról, felcsillantásáról beszélünk, akkor egyetlen egy nagy közös gyűjteményről kell, hogy beszéljünk. Ennek megfelelően, ugye az a bizonyos digitális könyvtár, amelynek mindent amit mi valaha is publikáltunk és publikálni fogunk, tartalmaznia kell. Ugye erről beszélt Sudi, és beszéltem én is korábban. Annak a, az OSK mindenki által ismert brendjét kell, hogy viseljen évként. Ez ugye Magyar Elektronikus Könyvtár. A Magyar Elektronikus Könyvtár jelen pillanatban körülbelül 22 ezer kötetet tartalmaz. Ez egy negyed százados fejlődésnek a, a, az eredménye. Ugye a Mac Univerzumhoz tartozik még az elektronikus periodika archívum és a digitális képarchívum is. Nyilván a Meket én egyennél jóval szélesebb körű tartalomszolgáltatásnak gondolom, és ezt a, ezt a brendet, ezt egy sokkal átfogóbb márkaként fogom fel, mindent, amit valaha tematikus szolgáltatásként, adatbázisként ö, publikáltunk. Azt a MEC neve alatt kell közzétenünk, és nekem egyébként ennél nagyobbra törőbb terveim is vannak. De az első lépés ö, az az kell, hogy legyen, hogy megújítjuk magát a a MEC et a mostani kezelőfelületet, nem csak az ábrázatát, hanem a, az ottani munkafolyamatokat is, Ezután tudjuk majd beterelni alá az összes létező osk es tartalmat. Ugye 40 plusz tartalomszolgáltatásunk van, és innen lehet majd szépen tovább építkezni. Viszont ez felvet egy nagyon érdekes kérdést, amin én mostanában sokat gondolkodom, főleg azóta, amióta a webarchiválás terítéken van a házban, mint célzott feladat, hogy a régi tematikus honlapok, akár az előbb említett Erkel, vagy az egyszerű HTML-ek, amelyik mondjuk egy klezsa honlap, ami egy honlap, egy kiállítást megőrző honlap, hogy hogyan nézzünk azokra a szolgáltatásokra, amelyek mondjuk 2002-ben, 2004-ben, ban készültek, és méltók ahhoz az időszakhoz, sőt, tartalmilag most is méltók, és sőt, kreatívan néznek ki. Ugye akkoriban még a kreatív grafika dívotta az internetes publikációban, ma már e felett ugye elmentünk, vagy legalábbis más fajta grafikai megoldások vannak. Tehát a kérdésem lényeg az az, hogy az egy dolog, hogy ezeket a, nyilván archiválni kell, de hogy nem kellene úgy nézni ezekre a szolgáltatásokra, mint a régi könyvekre nézünk, hogy megőrizzük őket, és szolgáltatjuk is mint régi könyveket, azaz nem kötjük át őket, nem e, írjuk át őket, e, nem, a, nem csak másik hordozó mutatjuk meg. Tehát én azt értem a kérdésemben, vagy az azt fogalmazom meg ebben a kérdésben, hogy e, egy olyan honlappal kapcsolatban, amilyen mondjuk e, jó példa ez a Kras honlap, ahol csak a mozgóanyagokat kell időnként frissíteni, de egyébként tökéletesen elérhető minden rajta, és, és, kreatív, mondhatni igényes grafikai felület. Nem kéne ezt egy olyan ernyő felület alá betenni, vagy ezeket egy szoros válogatás után, amelyek az Országos Széchenyi Könyvtárnak a brendje, illetve a Magyar Elektronikus Könyvtár brendje alatt vannak, de mint Régi 2002-es, 2004-es, 2008-as szolgáltatások is elérhetők, akár úgy is, hogy a tartalmuk természetesen bekerül, amennyiben ez be tud kerülni egy másik, újabb, modernebb szolgáltatásba, vagy, ne, vagy esetleg a digitális könyvtár majdani felületére. Gyakorlatilag ugyanarról beszélünk, tehát a meg meg bármilyen szolgáltatás megújítása esetében nem arról van szó, hogy ezeknek a teljes adattartalmát, meg a digitális objektumokat kötelezően egy medencébe kell önteni, mert ez aránytalanul és indokolatlanul nagy munka lenne, miközben ezek egyébként teljes értékű tartalomszolgáltatások. Tehát a MEC az egy olyan ernyőfelület, amelynek ezek a korábbi tartalomszolgáltatások lényegében a rovatait a saját robotait képezik. Gyakorlatilag egy tartalomszolgáltató portáról mm -hmm. beszélünk. Lehet beszélni muzeális például meg első kiadásra egy weboldalnál? Hát igen, a kérdésed az jó, mert valami ilyesmiben gondolkodtam én. Nyilván, mivel ezeknek a létrejöttében ott voltam így, vagy úgy, van egy kötődésem is hozzájuk, de, de értékként nézek rájuk, még akkor is, hogyha bizonyos okokból, és ez nem jó, nem mindegyiket sikerült teljesen feltölteni. Tehát az előbb mondtam az Erkel honlapot, amiben rengeteg állomány van, vagy éppen a nyelvemlék honlapot, de a tartalom is értékes, és maga a forma is. És hát én mindig azt mondom minden, mindennel kapcsolatban, kiállítással, könyvvel, tematikus szolgáltatással kapcsolatban, hogy a technológia változásával számomra az nem változik, hogy a tartalom kell, hogy meghívja a formát. Tehát én, amikor kiállításban, vagy lakásban, vagy honlapon azt látom, hogy puszta dekoráció folyik, vagy triviális ö, ö, dekor ötleteknek a megvalósítása az éppen divó grafikai, vagy valamilyen egyéb trend szerint, akkor azt mondom, hogy mi, miért is? Tehát, hogy én azt szeretem, amikor a tartalommal szerves összefüggésben van az a forma, ami, amiben meg, ahogyan megnyilvánul, és némelyik honlapunk, én nem mondom, hogy mindegyik, de némelyik régi, az nagyon ilyen. És azért gondolom, hogy az a válasz a kérdésre, hogy bizonyos értelme muzeálisnak, vagy első kiadásnak, vagy értékképzőnek érzem, és ezért megnyugtató, amit Dávid mondott, hogy, hogy lesz alkalom, vagy mód arra majd, hogy a megferületén, a megújuló megfelületén ezek megmaradjanak. És én mondom azt is, hogy, hogy ugyanakkor némelyiket meg meg kell újítani. Tehát ö, óriási lehetőség van például a nyelvemlék honlap, ö, ö, megújítása kapcsán egy országos együttműködésre, amely akkor is ö, ö, terítéken volt, csak aztán nem volt hozzá megfelelő támogatás, hogy ez kibontakozhasson. Sőt, bocsánat, ehhez, még, ehhez még annyit tennék hozzá, hogy ahol a leglátványosabb eredményt lehet elérni, az a, az a Korvina honlap ahol ugye Sudi említette, hogy a, a teljes magyarországi korvinaanyag plusz a Wolfenbütteri korvinák elérhetők, de ez még mindig csak a negyede a, a világon mindenfelé fönnmaradt korvina állománynak. Ugye ezt kell tudni, hogy nagyjából 2200 kötetet számlálhatott Mátyás könyvtára. Ennek nagyjából a, a 10%-a maradt fönn, és ebből szolgáltatunk most a Korvina honlapon több mint 60-at. Ugyanakkor viszont Zsupán Edinával, a legkiválóbb hazai Korvina szakértővel, munkatársunkkal most azon dolgozunk, hogy a világon már máshol digitalizált, Korvináknak a fájljait be tudjuk gyűjteni, illetve azokat a köteteket, amelyeket még nem digitalizáltak azokat digitalizáltassuk, szeretnénk ugyanis a megmaradt Mátyás könyvtárt legalább virtuálisan egybe gyűjteni. Úgyhogy ez már megtettük a, a, az első lépéseket, és hogyha, ez, és hogyha ez valóra válik, akkor több mint 200 korvina lesz elérhető a virtuális korvina honlapon azzal az adat gazdagsággal, amelyel a már publikált korvinák most ott kutathatók. Ez egy nagyon izgalmas projekt, és nagyon sokat várok tőle. Hát azzal a kiegészítéssel, hogy annak idején eleve így készült ez a honlap, hogy be tudja fogadni az az adatbázis, azért is kellett úgy megcsinálni, hogy most meg van csinálva. Másrészt viszont a jelenlegi korvina honlapon is 111 néhány korvinának az elérhetősége ott van, tehát a mi adatbázisunknak ugyan nem része. Kivezető, Kivezető linkek, de azért ez egy kutató számára nagyon fontos, hogy hogy rögtön onnan kattinthatja ezeket annak a Lehet, ezek könyvtárnak a, a szerverén. Ha létrejön ez együttműködés, és megkapjuk, és akkor a saját szerverünkön tudjuk tárolni ezeket a digitalizált korvinákat, amiket nem mi őrzünk, nincsen fizikailag hozzáférésünk, hogy már a Piriscsabai szerverterembe lesz ez elhelyezve, mert épül egy hatalmas raktár a könyvtárnak Piriscsabán, amiben lesz egy szerverterem, egy minden igénykérdő szerverterem, hogy álmoztik az építkezés, és ehhez beszélhetünk arról, hogy ott már szakmai ragu egy ilyen elképzelés is megvalósul. Ez, ez egy, nagyon szép átkötés volt, és, és, több futó, vagy már lezárult nagy projektünket kötötted össze egyetlen, egyetlen mondatban. Ugye a Pilis Csabai archivális raktár kapcsán azt lehet elmondani, hogy tavaly elindult az építkezés, abszolút az ütemtervnek megfelelően halad és 2023 elejére elkészül a Nemzeti Könyvtár archivális raktára ez lesz az a raktár, azért hívjuk archiválisnak, mert a második számú köteles példányok fognak ide kerülni. Ezek azok a példányok, amelyeket nem adunk az olvasók kezébe. Ezeket nekünk Miért az... az olvasók kezébe? Mert az a feladatunk, hogy az idők végezetéig őrizzük őket. Az olvasók kezébe az első példányokat adjuk, ezek azok, amelyek az olvasói terekben forgalmazhatók, tehát ha már rákérdeztél, akkor az Országos Széchenyi Könyvtár számára most nagyon leegyszerűsítve, mert ez egy bonyolultabb történet, de minden Magyarországon megjelenő könyvből 6 plusz 1 példány érkezik be. A 6, 6 plusz 1-ből kettőt tart meg az OSK, négyet továbboszt a könyvtári rendszer számára, és azért mondom plusz egy példányként a hetediket, mert a köteles példány rendelet úgy szól, hogy a nyomdáknak, illetve a kiadóknak vagy az általuk kiadott mű digitális példányát kell beszolgáltatniuk az OSK számára, vagy ha nem ezt szolgáltatják be, akkor a digitalizálás céljára beadnak egy hetedik példányt is. Tehát valójában, és a kiadók többsége ezt az utat választja, tehát jelenleg három példány érkezik be minden Magyarországon megjelenő műből az OSK-ba és az egy, az egy, régi vágya volt az OSK-nak, hogy, hogy, ezeknek a, az archivális példányoknak egy több évtizedre vagy évszázadra biztos raktárhelyiséget tudjon biztosítani. Meg persze az is, hogy, hogy ne a központi épület raktáraiban foglalják a polcokat ezek a kiadványok. Tehát most úgy néz ki, hogy körülbelül 80 évre az archivális példányok elhelyezésének a kérdése Megoldódik, úgyhogy a jelenlegi külső raktárainkból minden kötetet át tudunk majd oda szállítani, és a központi raktárból is ezeket a bizonyos archivális köteteket visszük. Már előbb is, hogy kell tartalom. Hogy ezeket a tartalmakat létre kell hozni, és triviális, hogy de kell digitalizálni különböző fotókat, szövegeket, illusztrációkat. Ez a munka is zajlik most itt a nyolcadik emelten, hogy érzed, hogy ez beindíthatja jobban a digitális tartalmat, jobban tudja segíteni ez az új digitalizációs központ ezt a munkát, hogy fel tudjuk tölteni digitális anyagokkal a szolgáltatásainkat? Hát egészen biztos, hogy egyrészt igen, másrészt viszont a digitalizálás önmagában még kevés. A feldolgozás a kulcs és a metaadatollás. És ugye ez az, ami nagyon nagy kapacitásokat igényel. Igen, hát nagyon, én is pedig nem vagyok könyvtáros, de megtanultam nagyon ezt a szót. Ugye, ha valami csak úgy megvan digitálisan, akkor... Hiába teszem hozzáférhetővé, hogyha nem kereshető. Kereshető pedig akkor lesz, hogyha olyan háttéradatokat társítok hozzá, amelyeknek, mint hívószavaknak kell működniük, amikor a felhasználó valamit szeretne megtalálni. Ugye ennek nagyon nagy a szakirodalma, és nagyon összetett a az a lehetőségrendszer, ami ebben rejlik, de nagyon nagy feladat van benned, nagyon nagy munka, időigényes és munkaóraigényes munka. Tehát a digitalizálás korábban is folyt a Nemzeti Könyvtárban, és bizony. Azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy rengeteg digitalizált tartalmunk van, amely viszont nem hozzáférhető, és ezeknek a hozzáférhetővé tételére, hogyha megvan az az infrastruktúrális rendszer, amely ezt képes működtetni, az az egyik nagyon fontos dolog, az megvan. A másik nagyon fontos dolog, hogy legyen egy olyan közvetítő struktúra, tehát egy felület, amelyen ezeket meg lehet jeleníteni. Részben az is megvan, az előbb beszéltünk róla, hogy a digitális könyvtár az pedig készül. Vagy hát készülnie kell neki, de a harmadik feltétel, hogy a feldolgozási munkára erőforrásokat kell összpontosítani. És hát erre is van most elmozdulás, ugye az új tematikus szolgáltatások kapcsán például egyes táraknak a dolgozói természetesen kézbe vették újra azokat az állományokat sokszor, amelyek ezekben a tematikus szolgáltatásokban most már láthatók. Tehát ez egy folyamat. Úgyhogy a digitalizálás, az, ha arról beszélünk, hogy berakjuk a gépbe, akkor az gyors, de ha arról beszélünk, hogy ezeket el kell juttatni a nagy közönséghez, akkor az még néhány lépcsőt igényel. Milyen tapasztalatok vannak eddig ez a digitalizáló központ, ugye itt hiperérzékeny anyagokat tudnak fotózni a kollégák, van a robotszkenner, vákummal működő lapozószkenner, tehát tényleg elképesztő technikai fejlődés jellemzi a digitalizálást, amit a könyvterve a legkorszerűbb eszközökkel csinálja, hogy áll most ez a dolog. Az egy nagyon fontos megjegyzés volt Suditól, hogy itt ugye ennek a történetnek alapvetően két lába van. Maga a digitalizálás az egy, az egy rendkívül összetett folyamat, és lényegében a, a szolgáltatásba adással ér véget. Ezzel most az a helyzet, hogy a, a digitalizáló központunk az idén jutott el abba az állapotba, hogy elkezdett ipari mennyiségben termelni. Ugye ez egy dolog, hogy a gépeknek egy jó része, leszámítva például a pont a legmodernebbet a vákumos technológiával működőt, amely tavaly óta van itt, szóval a gépek egy jó része, az megérkezett két-három évvel ezelőtt, maga a digitalizáló központ az lényegében szerkezetkész volt már 2020 elején. De az, hogy van egy üzemünk, amelyben vannak gépek, az még nem jelenti azt, hogy az üzemszerűen is tud működni. Tehát ki kellett alakítani azt a struktúrát, azokat a munkafolyamatokat, amelyek segítségével el tudtunk mozdulni arról a szintről, amelyen egyébként volt olyan ö, sajtótermék, amely, ö, amely élcelődött is egy sort, hogy a Nemzeti Könyvtár, nem tudom én, 700 ezer oldalt digitalizált az egyik évben, a másik évben is csak ö, másfél millió oldalt, és föltették a kérdést, hogy hát mégis, hogy van ez? Hát úgy van ez, hogy ö, manufakturális módon dolgozott évtizedekig a Nemzeti Könyvtár. Nem volt alkalmas a munkaszervezet, a munkaszervezés arra, hogy, hogy ipari mennyiségben termeljen digitális tartalmakat. Ez most már megvan, tehát most már több hónapja napi szinten 30-40-50 ezer oldalt termel a digitalizáló központ. Ez egy írtózatos mennyiség, és ehhez kell, hogy fölzárkózzon a digitális tartalomszolgáltatás. Körülbelül másfél év volt, amíg ezt a rendszert összetudtuk rakni, pandémiástól mindenestől, hogy most tényleg ö, üzemszerű működésről tudjunk beszélni, és ehhez kell hozzáraknunk azt az új, ö, általam meg 2.0-nak nevezett keretrendszert, amelyik a publikálást, a tartalomszolgáltatást ugyanígy üzemszerűen lesz képes művelni. Az egy nagyon fontos, alapvetés a digitalizálás során, hogy olyan tartalmakat digitalizálunk, amelyeknek ezek a bizonyos metaadatai, háttéradatai, a legfontosabb, a kereshetőséget lehetővé tevő adatai, ezek már rendelkezésre állnak, vagy az elektronikus katalógusban, vagy az OSK egyik rejtett bugyrában, de, de rendelkezésre ugyanis ez biztosítja azt, hogy az adatok és a digitalizált tartalmak, azok majd egymásra találjanak egy, egy szolgáltatásban. Az a szerzőjönnek a lényege Magyarországon, hogy amikor egy alkotó meghal, utána 70 plusz egy év múlva járnak le a szerző jogai, és ekkor tudja közölni a, a könyvtár ezt, ez közkincsé válik a, ez az alkotás. mi van ez, ezzel a, a szolgáltatások, mi, mi, van a szerzői jog kérdésével. A Sudik honlapján és az Örkény honlapján a, az özvegye adott hozzáférést, hogy publikálhassuk. Tehát erre említette már a távmunkánál és a munkafolyamatot, itt is a digitalizációs munkafolyamatot, de a szerzői jogot ezt, ezt be lehet építeni egy olyan fülbe, ami automatikusan tud működni a rendszerbe. Ez bele van építve, az egy, az egy, nagy probléma volt, hogy, hogy hosszú, évekig, hosszú évekig ezzel igazából nem foglalkozott senki, és ez is az egyik oka annak, hogy amikor idejöttem, akkor rengeteg digitális tartalmat találtam a, a fiókban, mert egyszerűen, egyszerűen nem, nem születtek meg azok a döntések, amelyek, amelyek ahhoz lettek volna szükségesek, hogy ezeket, ezeket milyen módon lehet publikálni. a, a történet egy picit bonyolultabb, mint a hogy fölvázoltad, mert külön jogi rezsim vonatkozik a szöveges tartalmakra, más vonatkozik a képi dokumentumokra, más a például a, a, az előadó művészeti tartalmakra. Mindet még mielőtt ö, szolgáltatásba kerülne bármi, ezeket ezeket végig kell játszani, és végig is játszuk. Tehát van, ahol a közös jogkezelővel kell, például képi dokumentumok esetében az az alapvetés, hogy a hungártal kell megegyezni, Megint másokkal kell tárgyalni, hogyha mondjuk gramofon lemez felvételeket szeretnénk közzétenni. És egy másik történet a szöveges tartalmak közzététele. Hozzáteszem, hogy tavaly nyár óta új szerzőjogi rezsim van érvényben az Európai Unióban, és ez lehetővé teszi, hogy bizonyos megszorításokkal bizonyos megkötésekkel, de a szerzői jog által még védett, de kereskedelmi forgalomban már nem kapható tartalmakat is közzé tudjuk tenni és a digitalizáló üzemünk most, most gőzerővel dolgozik azon, hogy hogy egy ilyen jellegű projektet megvalósítsunk, és ennek eredményeként rengeteg olyan tartalmat fogunk tudni majd kitenni, amelyet a, a szerzői jog még véd. A szerzői jog kapcsán átterelnék kicsit a Prajkódexre a beszélgetést, Teljesen érdetetlen, hogy minden jogunk megvan a, a praj filmben levő hangzóanyagok közlésére, és mégis a YouTube, ahol megosztjuk, külön engedéken, külön szerzőjogi instrukciókat ad nekünk, hogy mit csináljunk a filmmel. Ez a film, ez, ez egy ez egy fantasztikus dolog, ami összhangban azzal, hogy vannak különböző tartalmai a, a Nemzeti Könyvtárnak, és ebből valami létrejön, akár egy honlap, akár egy kiállítás, akár bármi más. A pápa megkapta a Praj Kódex nek a másolatát, amit tartalmazza a halotti beszédet, az első összefüggő magyar nyelvemléket, és mi volt az első gondolatod, amikor neki látta a munkának. Hát ezt már nem tudom visszaidézni, mi volt az első gondolatom. Arra emlékszem, hogy volt egy megbeszélés tavaly áprilisban, amikor ugye az merült föl, hogy a, hogy legyen egy film, abból, hogy a másolatot készítik a kollégák. És aztán az már egy második réteg volt, hogy akkor magáról a kódexről és a benne lévő tartalomról is legyen e, információ ebben a filmben, illetve mivel Dávid jelezte, hogy a főigazgató is megszólal a filmben, akkor innentől kezdve a film egy kicsit már olyan irányba ment, hogy egyfajta imás film is. Tehát miközben bemutatja a prajkódexet és annak a másolatnak a készítési folyamatát, amelyet a Szent megkapott, közben egy kicsit a Széchenyi könyvtár magát is fölmutatja. És ez egész ennek jegyében készült el. Egy forgatókönyvet írtam, azt valóban egy nap alatt, amelyben ugye benne volt a, a struktúrája az egésznek, az, hogy hogy kik fognak benne úgy körülbelül megszólalni, pontosabban, hogy milyen megközelítések lesznek ebben a filmben. Sőt, a nevek nagy része is ott volt, hiszen... Ki egy... konzultáltál először? Hát először veled, ketten beszéltünk arról, hogy hogyan lehet... a szakmai részre gondoltam. Hát ez is a szakmai részhez tartozik, mert ugye azt sütöttük ki, hogy két narratíva van a filmben, és a két narratíva, mint a DNS spirálja úgy csavarodik össze, aminek persze nagyon sok fajta virágos elképzelése volt, még aztán szerettünk volna mindenféle külső helyszíneket is, meg egyebeket, de azért a realitások talaján maradva, hiszen minden erőforrást az OSK-ból vettünk, tehát a kollégáink a történeti interjútár korábban hívták így őket, de most azért ezt a nevüket használom, mert ez a részlege a, a háznak segített a film elkészítésében, ugye Balagó Gergő kollégánk forgatta az anyagot, és Hanák Luca vágó volt, aki nagyon-nagyon sokat dolgozott, és nagyon sokat tett azért, hogy ez a film az Csutámi lett végül, illata. ami... Első a kódexről? És a kódexről? Igen, a kódexről inkább, mivel magyar szakos vagyok, és tanítottam is magáról a nyelvemrékről, gyökerében újat nem, de a kódexről igen mert azért, éppen azért, mert ez egy latin nyelvű őrzőkódex, nem beszélünk annyit róla, mi, akik nem vagyunk szakmabeliek, mint a nyelvemlékről. De hogy, hogy, a gondolatom az volt, hogy nem leszek képes megcsinálni egyébként valami ilyesmi lehet az, de az első, de a kollégákkal kal együtt meg tudtuk csinálni. Elég volt a filmben? Az nem kifejezés. Tehát azt gondolom, hogy ez egy, ez egy remek mű, és tökéletesen sikerült megvalósítani azt, amit, a, azt, amit az elején elképzeltünk, hogy, hogy ez valójában több, többet mutat, mint a, mint a kódex elkészítésének a, a, folyamatát, mert ez a, ez a Nemzeti Könyvtár leglényegéről beszél eléggé sokat, és szerintem élvezhető, és mindenki számára befogadható formában. Szóval szerintem rengeteg érdekes és értékes ember dolgozik a Nemzeti Könyvtárban és hát én tudom is, Dávid bólogat, hogy, hogy ezeknek az embereknek a megmutatása is egy nagyon fontos dolog lenne. Meg ez azért is fontos, mert ugye nagyon gyakran munkahelyeken a vezetők azt szokták hinni, hogy a megbecsülés az a fizetéssel kimerül, de nem. Tehát ugye az embernek lehet magas fizetése, és mégis rosszul érzi magát, mert mondjuk úgy érzi, hogy mindaz, amit ő képvisel, az nem érdekes a vezetés számára, vagy észre se veszik, amit csinál. És ez anélkül lehet így, hogy ebben bármi rossz akarat lenne a vezetés és részéről. Én annak idején korábbi főigazgatóknak is volt, hogy mondtam, hogy a negyedik emeletet, ugye ott dolgozik ugye a, feldolgozó, a klasszikus feldolgozó folyamat, hogy olyan kevéssé láthatjuk, akik ugye a beérkező 6 plusz 1 köteles példányjal is foglalkoznak, illetve azokkal, amelyek aztán itt az OSK állományába kerülnek, hogy itt olyan nagyon-nagyon mély tudás van némelyik kollega birtokában, aki mondjuk egy bizonyos nyelvterülethez kapcsolódóan dolgozik. Egy három hírt gondoltam a végére, amit így még röviden uh, kommentálnátok. Kettő saját hírünk, és akkor most kis derül, hogy úrnak milyen a kollégákhoz való viszonya. Mert az első, első hír, ami a Kassa Péter kollégánk a netfőrsokban adott elő egy, egy hatalmas kézirat tömeget találtak Olaszországban, és erről ennek a mesterséges intelligenciával való feldolgozása, beolvasása kapcsán tájékoztatta a, a mi médiánkat, a mi saját felületénket. Az történt, hogy ezt kitettük a, a mi közösségi oldalunkra, és jött egy felháborodott komment, hogy micsoda, hogy már a Szécsény könyvtárban is mesterséges intelligencia van, hogy itt, itt már itt már nincsenek emberek, itt már itt lábbízzák a gépekre a mindent. Rengeteg félreértés van ezzel kapcsolatban, és rengeteg, rengeteg rosszul megemésztett információt taglaló cikk kelti a pánikot a legkülönbözőbb szakmák képviselőiben, és mindegyik, mindegyik arra igyekszik kifutni, hogy, hogy a mesterséges intelligencia, meg a robotok majd jól elveszik mindenkinek a munkáját, és erre se lesz szükség, és arra se lesz szükség, és amarra se nem lesz szükség. Nyilvánvalóan nem erről van szó, ahogyan a kori filológusok szaktudását sem fogja mindenestül kiváltani a mesterséges intelligencia, és a, attól még, hogy kézírás felismerő szoftverek készülnek, és, és attól még, hogy fényképeket, fényképeken arcokat, esetleg objektumokat fölismerő eszközök segítik a metaadatoknak az előállítását, attól még nem fognak a bölcsészettudományok művelői munka nélkül maradni. Ezek az eszközök, ezek valójában ténylegesen csak eszközök arra szolgálnak, hogy megkönnyítsék a munkánkat, úgyhogy az arra viszont annak a lehetőségét viszont látom, hogy, hogy azok, akik most olyan jellegű feladatokat végeznek, amelyek esetében akár a mesterséges intelligencia komoly segítséget tud nyújtani, azok magasabb hozzáadott értéket, vagy mást, másra hangsúlyt helyező munkát tudjanak végezni. A második hírünk az Kárpátolja, és a webaratás, ami Sudi többször elmítette hogy hogyan lesznek megőrizve az első kiadású weblapok. A régebbi weblapok a Kárpát aljáról most a háború kapcsán a kollégáink, akik webaratásra foglalkoznak, rámentek a, a magyar területek magyar nyelvű honlapokra, és oda tették az erőforrásaikat, hogy onnan mentsenek minél több anyagot. Erre mit gondolsz, hogy merre felé megy ez a webaratás? Én ehhez annyira nem értek, viszont az első dolog, ami eszembe jut, hogy az természetes gesztusra kell legyen a Nemzeti Könyvtárnak, hogy mindig az összmagyarságra néz. Tehát ez, ez, ez nem, is, nem is kérdés, hogy ezeket a weblapokat, ha tudjuk, akkor valamilyen módon menteni kell. Az a szomorú, hogy erről gondolkodni kell, hogy menteni kell. A webaratással kapcsolatban, ahogy én tapasztaltam, mert annak idején, amikor ez még elkezdődött, akkor készítettünk listákat még korábban, a legelső részéhez még egy-két évvel ezelőtt, hogy milyen kulturális tartalmakat kellene elsők között lementeni, és akkor adtunk Manjolán kolléganőmmel Moldován még akkor adtunk listákat, hogy a legnagyobb probléma most nem a, az aratás maga, hanem az, hogy ezek a megőrzött honlapok hogyan nézhetők vissza, tehát ugye hogyan szolgáltathatók, vagy egyáltalán hogyan férhetők hozzá. Tehát meg lehet őrizni a, a struktúrák, a struktúráltság egy honlapnak az nagyon nagy kérdés, hogy, hogy, milyen mély a struktúrája, és hogy milyen szintig tud visszanézni, milyen szintig tudja learatni, és megfogni a tényleges tartalmat, azt a képet, vagy azt a cikket, ami a struktúra alján van adott esetben, a mélységben. Ez a nagy kérdés most. Tehát egyfelől a technológia nyilván gyorsan fejlődik, ezt ők maguk is, akik ezt a kollégáink most csinálják, ugye egyfajta pályotnak indították el, pontosan azért, hogy tanulják ezt a folyamatot, és nagyon gyakran vissza is kérdeznek, meg én is a múltkor javasoltam nekik a. a Pálos Rend honlapjának az archiválását, mert hogy az most le lesz cserélve, új lesz, és hát ugye én nekem ott külön konkrét kérdésem is volt, hogy akkor ez mennyiben látható a, a, a régi struktúra, mennyiben visszakereshető. Mikor várható ebből szolgáltatás? A webarchiválással foglalkozó jogszabály az úgy szól, hogy minden olyan tartalom, amely közpénzből készül, vagy közpénzt tartalmaz, az minden további megegyezés nélkül szolgáltatható, úgyhogy, úgyhogy a, a jogszabályi háttér az adott jelenleg, a webarchívum tartalmai azok, azok házon belül kutathatók. Én nagyon bízom abban, hogy a közeljövőben elérhetővé tudjuk tenni ezeket a, a tartalmakat. Hozzáteszem, hogy, hogy azoknak a honlapoknak az esetében, ahol a, a honlap tulajdonosával már született megegyezés, ott, ott ezek most is szabadon hozzáférhetők. Utolsó pénzárás, egy színes kis hírgondozó, Amerikából a nagy hírfogyasztó vagyok a könyvtáros témakörnek. Egy 9 éves kislány megunta, hogy 50 mérföldre van a, a, az ő könyvtára, ezért beadványt írt a helyi önkormányzathoz, Csinált egy kis könyvtárat, ami egy, egy fából. Ez egy ilyen reménykeltő volt nekem. Nektek mi a véleményetek, hogy ez a könyvtár, mint olyan, amit már. 40 éve temetnek, de 10 éve biztosan, azért csak egy korszerű és működő dolog is lehet, ha már a 9 éves kislány is erre gondolt. Nekem két dolog jut, jut erről eszembe. Az egyik az, hogy bár én nem közkönyvtárat kezdtem építeni, de körülbelül ennyi idős voltam, amikor elkezdtem fölépíteni a saját könyvtáramat, és ez mind a mai napig nem ért véget ennek mindenféle következményével együtt. Erről ugye Szabó Lőrinc szép verset írt, hogy hogyan tudják a könyvek kiszorítani az embert a először egy szobából, aztán két Szobában, szóval aztán a lakásból, hát most nagyjából ebben, a, ebben az állapotban vagyok ö, én is. A másik, ami, ami eszembe jut erről, hogy a hordozótól függetlenül, hogy most agyaktábláról beszélünk, papíruszról beszélünk, pergamenről beszélünk, papírról beszélünk, vagy, vagy valamilyen elektronikus ö, hordozóról, a lényeg az, a, az az írott kultúrának a továbbélése. Ez egy több évezredes történet, és örök történetnek tartom. Még egyszer attól függetlenül, hogy, hogy most mennyi lesz a papír alapú ordozón kiadott műveknek a, az aránya a jövőbe. Hozzáteszem, hozzáteszem, hogy, hogy a, például a magyar könyvpiacon a megjelenő címek száma az, hát most hiába mutatom, de, de hogy, hogy, hogy meredeken ível fölfelé. Tehát az OSK-nak a legfrissebb adatai szerint ezek még, ezek még az országos adatszolgáltatásban nem elérhetők, de hogy, hogy 2021 az egy kiemelkedő év volt a megjelenő, a hagyományos formában megjelenő könyveket illetően. Csodik. Talán két dolog, az egyik eszembe jutott egy hát a 2000-es évek elején lévő rendezvény, ahol Kányádi Sándor, úgyis, mint a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, azt mondta nagy szenvedéllyel, ugye idős volt már akkor is, hogy fel kell hurcolkodni az internetre, ezzel a szóval hurcolkodni, mert ami nem kerül oda, az ki fog esni, félő, hogy kiesik a, a, a forgalomból, a gondolkodási forgalomból, úgy, úgy mondja. Most részben biztos, hogy így is van ez. Tehát meg kell jelenni a kulturális tartalomnak a, az interneten. Ez az egyik dolog. A másik, akartam volna mondani, amit az előbb Dávid mondott, hogy meredeken mennek föl a, a könyvek, tehát úgy tűnik, hogy a könyvek maradnak azért. A harmadik viszont az, ami megint az OSK-hoz köt minket, hogy a Mikes Kelemen program kapcsán, amit ugye évek óta végeznek a kollégák, ugye van olyan köszönőlevél, talán nem is egyedül, Dányi Éva kolléganőnk tudna például mesélni. Yeah. <laughs> amely vidékről, illetve erdélyből érkezett, ahol, ahol ugye meg annak örülnek, hogy azokból a könyvekből, amelyek a Mikes program kapcsán hazaérkeztek, és az nemzeti könyvtárban deponálódtak egy ideig, és innen aztán ugye elkerülhettek vidékre, vagy éppen Erdébe, hogy könyvtárakat építettek. Tehát a kislánynak jogos a, a gesztusa, de hogy azt lehet látni, hogy hogy legyen könyvtár, megfogható könyvekkel, az most is egy létező vágy, és jogos vágy, és ezt szolgálni kell nekünk is a Nemzeti Könyvtárban. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Súdára Anna Mária és Rózsa Dávid volt a első podcast. És köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen.